és ennek valós szakmai munka és hosszantartó együttműködés lesz a következménye. Ajánlom, hogy próbálják meg. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Következő hozzászóló Ipkovics György, MSZP-s képviselő úr. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt elnök úr. A kétperces vitákban részben már elmondtam a véleményemet az előttünk fekvő javaslatról, de azért néhány szót még szólnék róla. Hát mindenek előtt megállapítom, hogy nem először fekszik ez a vita téma előttünk. Úgy látszik, ezt ilyen dadogva fogjuk elfogadni, jelezve azt a problémasort és azt a kérdés özönt, amit meg kellene oldani ennek a kérdésnek a megtárgyalásakor. Nem lennék őszinte, ha nem ismerném el azért a fejlődés folyamatát, és ezt Rétvári államtitkár úrnak mondom, hogy ugye kezdtük ezt a vitát, mint egyéni képviselő indítvány, és amikor ugye lefejezte ezt a dolgot az Alkotmánybíróság, most már mint kormány előterjesztés, mint egy kollektív bölcsességet megfogalmazva fekszik előttünk. Mégis látom a veszélyét annak, tisztelt államtitkár úr, hogyha ezt nem tárgyaljuk ki megfelelő alapossággal, akkor ismét a saját dugánkba dőlhetünk, és előbb-utóbb szegény alkotmánybíróság, bár esetleg nem igazán szeretné, mégis ide visszaküldi ezt a jogszabály mi elénk, ha csak az a módszer, amit az alkotmányban tetszettek alkalmazni, itt is nem kerül alkalmazásra. Mondjuk azt tetszenek majd mondani, hogy addig nem lesz hatásköre az alkotmánybíróságnak ebben a kérdésben dönteni, míg a köztisztviselők száma 50% alá nem csökken, és akkor majd újra visszakapja a jogkörét. Ugye van már egy ilyen szabályozásmód, azt hiszem a költségvetési témákban, az új alkotmányunkban, amit ugye kíváncsian várok annak az alkalmazását. Az őszintességüket viszont elvesztették, tisztelt államtitkár úr. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit még úgy tiszteltem is azt a karakánságot, amikor azt mondták, hogy maguk szerint a közalkalmazottat indokolás nélkül 2 hónapos felmondásra ki kell rúgni, aztán kész. Hát erre mondta ugye az Alkotmánybíróság, hogy ez nem megy, és most az van előttünk, hogy egy kicsit körmönfontan, egy kicsit homályba burkolva, mindenféle jogszabályok közé elrejtve tulajdonképpen ugyanezt mondják, csak azt mondják, hogy eleget teszünk az alkotmánybírósági követelményeknek. Hát egész érdekes dolgokat lehet itt látni, már elnézést kérek, hogy időnként elmosolyodok a jogszabálytervezetbe. Ugye ez a meghívásos eljárás alapján történő vezetői munkakör betöltés, ez nagyon érdekelne, hogy hogy teszenek gondolni. Gondolom én, hogy a meghívásos eljárásba betöltött vezetői munkakör lesz az a munkakör, ahol kevesebb munkaügyi vita fog történni. Tehát ott nem lesz olyan lényeges majd a garanciális jogszabály. Annál inkább mondjuk azoknál, akik mondjuk elveszítik a szakmai lojalitásukat. Ez is egy érdekes lojalitást, azt tudom, hogy mit jelent. Szakmai lojalitást, ezt a kettőt azért majd egy kicsit magyarázni kell, mert nem olyan egyértelmű dolog. És én visszagondolok a korábbi vitára, mert államtitkár úr talán emlékszik rá, hogy volt már itt ebben a témában vitánk, amikor, hogy kinek kell szakmai gyakorlat a vezetői kinevezéséhez, kinek nem kell szakmai, kimentesíthető kötelezettség alól. Aztán szó esett olyan kormányrendeletről is, ami viszont azt mondja majd meg, hogy mondjuk szakvizsga nélkül ki lehet vezetői beosztás nyertese. És ilyenkor merül fel igazán bennem az a gondolat, hogy milyen eljárás lesz az, amikor mondjuk egy szakmai gyakorlat nélkül, mert mentesítést kapott, és mondjuk a kormányrendeletnek megfelelően még szakvizsga mentességet is élvező vezető fogja a szakmai lojalitását elbírálni egy 20 éve dolgozó közigazgatási dolgozónak. Én úgy gondolom, hogy ez nem igazán az a vita lesz, amit a jogtörténet fel fog jegyezni a veretesebb viták közé. Viszont ha történik justis mord és jogorvoslatra kerül a sor, akkor meglepődve látom a tervezetbe, hogy a bírói utat viszont nem minden esetben tetszenek biztosítani az ilyen felmentések esetén. Sőt, azt mondja itt az egyik passzus, hogy a mérlegelésen alapuló felmentés, ugye pedig ezek az igazán izgalmas kérdések, tekintetében csak akkor van bírói út, hogyha ez a törvény ezt megengedi. Szerintem ezt azért végig kellene gondolni, hogy megfelelő szabályozása. Én szerintem pontosan a mérlegelési jogkörben meghozott döntések tartoznak igazán
a bírói eljárások körébe. Tehát én azt javasolnám, hogy ezt azért gondolja végig a tisztelt előterjesztő, mert ez lehet az a casus belli, amire esetleg egy alkotmánybíróság megint azt fogja mondani, hogy itt bizony sérülnek a jogok, és ez bizony alkotmány ellenes. Tehát nekem van egy ilyen érzésem, ne legyen igazam, de azért azt mondom államtitkár úrnak, hogy ezt végig gondolnám. És a másik, ami itt már elhangzott, szintén javaslat lenne, hogy valóban most lenne alkalom meghúzni azt a határt, amely a politikai felelősséget és a szakmai munkát élesen elválasztja egymástól. Mert egy köztisztviselő és egy kormánytisztviselő akkor lesz igazán a védettség birtokában, ha tudja, hogy ő melyik szférába tartozik. Hogy ő politikai felelősséget visele, és a politikai felelősség körébe tartozik-e az ő munkája, vagy pedig szigorúan vesz szakmai körbe. És az egyiket én is azt mondanom, oda a felső vezetés, a politikai felelősséget vezető körbe, illetve viselőkörbe jogos az indokolás nélküli felmentés, mert hogyha megy a kormány, megy az a pereputty is, amelyik ugye kiszolgálta közvetlenül az ő igényeit, de a szakmai háttér, a szakmai képzett apparátust azért ne bántsuk, és ő neki kőkeményen biztosítsuk az egzisztenciális védelmet. Önök mondták, hogy olyan köztisztviselői karra van szükség, amely egzisztenciájában biztos, és kellő alapja lehet egy állami működésnek, egy megfelelő jogállami működésnek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ezt valahol meg kell húznunk ezt a határt. És még egyet engedhessék meg nekem. Örülök, hogy most már úgy, mint kormány előterjesztés a jogalkotási törvényben biztosított rendet próbálja betartani maga a vita menete is. Azért hadd emlékeztessem államtitkár urat, hogy tegnap egy kicsit megtetszett bántani, amikor azt mondta, hogy pont egy szocialista hivatkozik a jogalkotási törvényre, pont az a párt, amelyik nem szavazta meg ezt a törvényt. Ugye jól emlékszem, hogy tegnap ezt kicsit megpirongatva tetszett mondani. Hát én azért arra emlékszem, hogy és azért bántódott meg az érzékeny lelkem, mert én magam voltam a vezérszónoka ennek a törvénynek, és pontosan azért nem fogadtuk el, talán tetszik emlékezni államtitkár úr, mert akkor előterjesztésként a jogalkotási jogszabályban önök írták bele a második paragrafusba a visszamenőleges jogalkotás tilalmát, és ezt megelőző napon tetszettek éppen visszamenőlegesen jogot alkotni, és akkor mondtam, hogy ebben nem kívánunk részt venni ebbe a folyamatban, mikor önök maguk sem hiszik el, amit leírtak. Egy kicsit most hasonló dezsevű érzésem van, megint attól félek, hogy itt beszélünk hosszasan a közalkalmazotti törvényről, annak a szabályozásáról, és a vége az lesz, hogy ahogyan önök szokták, indokolás nélkül kitetszenek rúgni számos közalkalmazottat. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, egy pillantást vessenek a díszpáholyra. Indiából érkezett vendégeinket köszöntöm. Köztük Ashwani Kumar urat, aki a parlamenti ügyekért felelős indiai államminiszter, kíséretében a Felsőház és az Alsóház képviselői vannak, valamint nagykövet úr, tisztelettel, szeretettel köszöntöm őket, és kívánok magyarországi tárgyalásaikhoz sok sikert. Kellemes időtöltés. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló 15 perces időkeretben Göndör István képviselő úr, Magyar Szocialista Párt. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Nekem ezzel a törvényjavaslattal az alapvető problémám, hogy ez ugyanúgy része az átverés politikájának, mint sok más törvény. Hogy miért mondom ezt, amiket példákat fogok elsorolni, tehát egészen mást mondanak, és ezt a korábbi kétperces viták is igazolták, mint amit valóságban tesznek, mert amit tesznek, az az írott szöveg, az a törvényjavaslat, ami elénk került, mert ez hatályba lépése után alkalmazzák majd. Tisztelt államtitkár úr, a korábbi kétpercesben ugyan érintettem már, de hogyan gondolják azt, hogy igazságos vagy biztonságot ad a köztisztviselő számára
az a kormány tisztviselői döntőbizottság, amelynek a kinevezése azt szerint történik, ahogy a törvényben volt, és én Szakács Imre képviselő úrnak akkor nem reagáltam, én most tisztelettel ajánlanám az ön figyelmébe a kamarai választott bíróságot. Igaz, hogy az nem döntőbizottság, választott bíróság, de a feladata valami hasonló, de óriási különbség, de a feladata hasonló, megelőzni, csökkenteni a bírósági perek számát, és megpróbálni megoldani a problémát még a bíróság előtt. Ennek a bizottságnak ugyanez lenne a feladata, csak egészen más körülmények között, sokkal kiszolgáltatottabb helyzetbe lévő tisztviselői karral. Mondanám a következőt, mert csupa gyöngyszemek. A költségvetésnél egyfolytában takarékosságról beszélnek, tessék végig gondolni, mi történt eddig. Lett ugyan 8 miniszterünk, de lett számlálhatatlan államtitkárunk, kormánymegbizottunk, nyugdíjügyi biztosunk, nyugdíjvédelmi biztosunk, tehát hihetetlen nagy kiadás. Most mi történik? Ennek a hivatalnak ugyanúgy az állami költségvetés, ahogy Lampert Mónika képviselőasszony elmondta, nem is akármilyen javadalmazásra számíthatnak majd, amikor miniszter és államtitkári jövedelmekre és járandóságokra utalnak. Miközben beszéltek a védelemről, eközben a sajnos a törvényjavaslatban az van, hogy egyoldalúan lehet a munkakört, a munkavégzési helyet módosítani. Azt gondolom, és meggyőződésem, hogy ebben több korlátot kellene felállítani, mint az a gyenge korlát, ami ebben a törvényjavaslatban van. Aztán egy igazi gyöngyszem a kutatási megállapodás. Ahogy körülnézek, jó néhányan vannak a házba, akik még emlékeznek, és megint csak hivatkozom képviselőtársaimra, akik a főtisztviselőkre vonatkozó törvényre hivatkoztak. Igen, mi még emlékszünk arra, hogy ezt 2002 előtt hogyan használták fel politikai célokra, és erre most tökéletesen hajaz a kutat az akkori gyakorlatra a kutatási megállapodás. Tessék csak végig gondolni, az van a törvényjavaslatban, hogy lehet mentesíteni a munka alól azt, akit kutatási megállapodással kötnének a hivatalhoz, de a munkahelye betölthető. Tehát magyarul egy újabb lehetőség megkerülni, hogy nem szemtől szembe azt mondjuk, hogy alkalmatlan vagy és el kell menned, hanem azt mondani, hogy kutatási megállapodást kötök veled, kapod a fizetésedet, munkát nem kell végezni, de az állást be lehet tölteni azonnal és rövid határidővel. Szeretnék, a végére hagytam, szóval ugyanúgy, mint más törvényjavaslatokban is, az átverésnek része az, hogy vannak üres halmazok, és ezt én egyenesen tragikusnak érzem. Tisztelt államtitkár úr! A szöveg pontosan úgy fogalmaz, hogy meghívásos vagy pályázat. Nyugodtan el lehetne hagyni a pályázatot, mert nincs munkavállaló, aki ezt valaha meg tudja támadni, mert a törvény azt mondja, hogy meghívásos vagy pályázat. Meghívásos volt. Tehát a vagy pályázat teljesen indokolatlan és fölösleges része az átverésnek. Szeretném, hogyha a szolgáltató központra vonatkozóan részletesebb szabályok lennének. Nekem ez egy kicsit, bocsánat a kifejezésért, a Kubatov listára hajaz, hogy a szolgáltató központ majd szépen összerakja, hogy kik azok, akik részt vesznek abban a bizonyos meghívásos folyamatban, és mindenki más, aki képzettségénél, felkészültségénél, szakmai gyakorlatánál fogva bekerülhetne a rendszerbe, esélyük sem lesz állást betölteni, vagy állást megszerezni, mert pályázatról szó sem esik. És korábban Szakács Imre képviselő úrral az érdekképviselet tárgykörben is váltottunk már szót. Én most ide tenném, államtitkár úr, az egyenesen megalázó, hogy azt mondják ki, hogy az érdekképviselet bevonható. Tehát magyarul ebben a törvényben ugyanúgy tetten érhető, mint minden másban, amikor képviselői indítványokkal nyújtanak be nagyon fontos törvényeket, hogy az önök számára, miközben hangoztatják a társadalmi párbeszédet és leveleznek 8-10 millió választópolgárral, eközben valóságban a törvénybe azt írják, hogy bevonható. Azt gondolom, hogy ez az igazi átverés csúcsa. Köszönöm szépen a szót, elnök úr!
Köszönöm szépen, képviselő úr. Kétperces hozzászólások következnek. Elsőként megadom a szót Gurd Nándor képviselő úrnak, MSZP. Köszönöm szépen, elnök úr. Rétvári Bence államtitkár úr, tudom, többfelé is tud egyszerre figyelni, tudja használni az előttervű eszközt is és rám is, de szeretném a figyelmét felhívni a következőkre, és szeretném arra is kérni, hogy fontolja meg, mint valamikori előterjesztő, ami ugye egy alkotmányellenes törvényhez vezetett, a következőket. Érdemes lenne végig gondolni, hogy a kormánytisztviselő esetében a munkakörre vonatkozó és a munkavégzés helyére vonatkozó egyoldalú módosítás az így jó-e, ahogy van. Én azt javaslom, módosító indítványokon keresztül is próbáljuk ezt orvosolni, hogy fogadják be azt, hogy ez így nem jó, és haladjanak más irányba. Érdemes-e fenntartani azt, hogy a vezetői bizalom elvesztése után gyakorlatilag felmentéssel meg kell szüntetni a jogviszonyt? Én azt gondolom, gondolják meg, mert abszolút módon szubjektív alapokra helyezi a történetet. Már korábban elhangzott általam és mások által is, érdemes-e fenntartani azt a pályáztatási formát, ami nem pályáztatás, hanem meghívás. Tudom, hogy mobillá rugalmassá, vagy rugalmasabbá akarják tenni a rendszert, de a rendszer rugalmasabbá tétele az nem azt jelenti, hogy ne kelljen pályázni, és ne kelljen korrekt feltételeknek megfelelni. Azt gondolom, a felmentéshez illesztetten, a felmentések lehetőségéhez illesztetten egy dolgot mindenképpen mondani kell. Azt, ami talán nem volt eddig soha megkérdőjelezhető, hogy felmentés az okszerű és valós alapokon nyugodjon, az legyen így a későbbiekben is, ne úgy, ahogyan ebben a törvénytervezetben megfogalmazódik. És mindezeket talán főleg egy ilyen alkotmánybírósági döntés után, egy alkotmányellenes törvény visszahozatala kapcsán érdemes lenne a nemzeti együttműködés jegyében legalább azokkal végig tárgyalni, akiket érint a történet. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! 2 percben Novák előtt képviselőt illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr! Göndör István képviselő hozzászólására reagálva szeretném megkérni őt és az összes többi szocialista képviselőt, hogy ne vegyék a szájukra Kubatov Gábor nevét, vagy a Kubatov lista kifejezést, egészen addig, amíg nem támogatják a Jobbiknak azt a javaslatát, hogy egy vizsgálóbizottság vizsgálja ki ezt a széleskörű botrányt, hiszen önök voltak azok, akik meghiúsították ezt a kezdeményezésünket. Nyilvánvalóan a kéz kezet mos alapon, illetve önöknek is van bőven takargatni valójuk. Érthető, hogy kötöttek egy ilyen háttérpaktumot, hogy egy ilyen széles körű társadalmi felháborodás kiváltó botrány. Emlékeztetem, hogy teljen a tárgyra. Igen. Arról beszélek pontosan, ugye 2 perces hozzászólásomban reagálok az előttem szólóra, hiszen nyilvánvaló, hogy az ilyen Kubatov listákat fel tudják használni adott esetben a köztisztviselők kirúgása kapcsán, hogy kitől akarnak adott esetben megválni, és tudjuk jó, hogy ilyen törvénytelen felhasználásokra adott esetben használhatják, ezért joggal merülhetne föl az ezzel kapcsolatos visszaélések kérdésköre, azonban erre ez a napirend nem alkalmas, hogy itt most dobálózzunk ezzel, miközben önök véhetően egy hasonló adatbázist rejtegetnek, amiről már ugye 2002-es választási visszaélések óta sok hír jár a közvéleményben, ellenben önök azok, akik ezt a mai napig akadályozzák ennek a kivizsgálását, hiszen egyötödnyi, az országgyűlési képviselők egyötödének aláírása szükségeltetik ahhoz, hogy egy vizsgálóbizottság felállításra kerüljön. Önök az erre irányuló jobbikos kezdeményezést nem támogatták, nyilván Kubatov Gábortól és társaitól nem várhatjuk ennek a vizsgálóbizottságnak a létrejöttét, önöktől viszont vártuk volna, azonban az, hogy ezt önök leszavazták, mi sem ékesebb bizonyítéka annak, mint sem, hogy önöknek is takargatni valójuk van. Még egyszer kérem, Kubatov Gábor nevét ne vegyék a szájukra egészen addig, míg az erre irányuló vizsgálóbizottságunkat nem támogatják. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen! 2 percben Lampert Mónika képviselőasszonyt illeti a szó, MSZP. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt elnök úr. Erre az utóbbi megszólásra nem fogok reagálni, mert ez nem idevaló. Viszont amit fontosnak tartanék elmondani, 2 dolog. Az egyik, hogy ebben a vitában azt gondolom, hogy az ellenzék hozzászólásai világosan bemutatták és leleplezték úgymond azt a kormányzati szándékot, hogy itt továbbra is, sőt bizonyos szempontból még inkább, félelemben és alávetettségben akarják tartani a kormánytisztviselőket és a köztisztviselőket. Ezt egyetlen módon tudja magáról lemosni ezt a vádat a
kormányoldal, hogyha hajlandó változtatni az eredeti beterjesztett törvényjavaslaton, és hajlandó garanciákat adni, ami nem a kormányt erősíti, nem a főnököket erősíti, hanem a kormánytisztviselőket, beosztott köztisztviselőket. Ezzel tudják bizonyítani, hogy nem igaz, amit mi mondtunk. Én nagyon remélem, hogy erre sor kerülhet. Bár ha igaz az eredeti cél, amit én megfogalmaztam a vezérszónoklatom elején, akkor erre, megmondom őszintén, sajnos